ismét egy szombat, szabad lábon van a nyuszi. Hát azért a múlt hét szombathoz képest nagyon be van lendülve, össze-vissza szaladgál. Azt nem mondom, hogy most nem szimatol, most is szimatol itt ott, de olyan, mint egy kis versenyautó. És ennyit látunk belőle. Most mondjuk pont megpihent. Mire felvettem a kamerát, de össze-vissza rohangázik, akkor ekkor ugrál, olyan cuki. Annyira aranyos. Ezt nem is mondtam nektek, hogy ugye most kávézok, ide húztam ezt a kis asztalt, hopp, leesett a távirányító, hogy ne tudjon oda bemászni a kanapé mögé, mert ott kábelek vannak. Ugye reggel van, hát nem is látom most az órát, mert ugye elkerült onnan. Ilyen 8:45 lehet. Úgyhogy egy óra múlva cirka, most iszom a kávém, öltözünk, aztán megyünk a középsuliba beiratkozni. Izgalmas kis szombatunk lesz, meg boltba is be kell lépni, de hát sok minden nem kell itthonra most, hál' Istennek. Ez a nap is eljött. Szombat délelőtt van, azt hiszem, hogy 11-e. Hova megyünk? Középiskolába beiratkozni. Bizony, megyünk beiratkozni a suliba. Hát, hihetetlen. Izgulsz? Igen. Nem kell izgulni. Ott van a kis mappánk, összeszedtük, majd lehet, hogy onnan is bejelentkezünk. Ja, Istenem, akkora mérföldkő, hogy hihetetlen, hihetetlen tényleg. Na, jó van, majd jövünk még. Meg is érkeztünk. Hát jó, sokan vannak, azt mondtam pont apának, hogy van egy jó pár autó, meg be is látunk, mert üveg van, ott vannak bent. Ott van a beiratkozás, hát akkor menjünk. Húha, izgi. Nagyon szép ez az iskola egyébként, annyira klassz. Drináéknak le kell menni, és ott lent van a termük, ami közvetlen a szabadra nyílik. Nagyon szép. Annyira szép ez az iskola. Hát most itt várakozunk. Egyébként onnan jöttünk be, csak nem akarok nagyon kamerázni. Ott nekünk már ki vannak töltve a papírjaink, úgyhogy nem kellett töltögetni, és akkor most itt várunk. Pont apával is azt beszéltük, hogy Drináék ott vannak lent. Mondom, igen, ők itt lent vannak. Arra is termek vannak végig. Nagyon szép, és ez csak egy épület, és ilyenből van itt 3 vagy 4, mert ugye ide járnak az 5-esek, 6-osok, 7-esek, 8-9-10 az máshova, és a 11-12-13 is máshova, szóval hatalmas, hatalmas egy komplexum. Na, Vancika ismerős arcot látott az osztálytársa, ők is jelentkezni jöttek. Végül lejöttünk mi is az alaksorba, itt van a kis osztálytársa, akkor együtt fogunk várakozni. Nagyon jó. Beszélgetünk. Na, hát már nem jelentkeztem be onnan. Szerettem volna egy fényképet készíteni a Mancikáról ott, ahogy el, hogy minden tuti, de esett az eső szemerkét. Tehát esett szemerkét. Na, értitek, ez a jó kis eláztatós eső. Úgyhogy nem álltunk meg végül fényképezkedni. Mindegy is, ezt nektek szerettem volna csak így a közösségi főre kitenni. Nem fogjuk. Mindig olyan pozitív élményekkel jövünk el abból az iskolából, most már jártunk ott jó párszor, ugye a legutóbbi ilyen nagyon feldobódásunk az a nyílt napon volt novemberben? Azt hiszem novemberben volt a nyílt nap. Úgy emlékszem. Az a fogadtatás, amikor beléptek az aulába, azok a mosolyok, köszönnek kedvesen, tényleg, most persze mondhatná az ember, hogy itt is van egy iskola, ahol most jár, hát itt azért fel annyira nem kedvesek. Itt már mosolyognak. Egy-két tanár, de na. A napközis tanítók azok nagyon aranyosak. Az igazgató az valami komandant volt szerintem régen. Na mindegy. És most ezt hiszik, hogy külsőleg gondoljuk, nem? Mert beszéltünk is már vele. Olyan szigorú, mint egy katonatiszt. Ja. Na mindegy. Szóval mindig olyan feldobva jövünk el. És akkor gondoltuk, hogy ha már nem sikerült ott fotózkodni, meg a kocsiban nem akartam kamerázni, akkor majd itthon mesélünk. Hát, ugye mi úgy érkeztünk oda, hogy nekünk megvolt minden papírunk, nem is kellett már ott semmi adminisztráció az elején a dolgoknak. Egyből mehettünk, és mint láttátok, ugye osztálytársak is jelentek ott meg. Úgyhogy Mancika még beszélgetni is volt. Alapvetően arra voltak felkészülve, hogy sokan úgy esnek be oda az utcára, hogy semmit nem visznek, csak a gyereket. Ja. És ugye volt ott külön egy helység, ahol a megfelelő nyomtatványokból volt üres példány, akkor ugye ott elmagyarázták volna esetleg, akinek kell, hogy mit, hova írjon meg, hogy töltse ki.
Akkor utána volt még egy szekció, ahol ellenőrizték, hogy megvan a minden dokumentum. Megnézték az oltási könyvet, hogy megvan a két MMR oltás, ugye? Igen, és akkor onnan lehetett tovább menni végül is az osztálytermekhez, ahol maga igen. a beszélgetés történt, akkor visszaadom a szót, csak ezt... Igen. És akkor ott várakoztunk végül, aztán láttátok, hogy föntről lementünk alulra, ugye előkerült Mancekának az egyik osztálytársa, és akkor mi is lent várakoztunk, és még ők be is mentek, mi meg bekerültünk egy másik helyiségbe, na hát és ott, hát az nagyon, nagyon halálos volt. Meglátta a tanár, egy férfinál voltunk, Mancekát, és mondta neki, milyen magas vagy. Hát azon ugye elmosolyogtam, hogy magas kisgyerek, mondtuk, hogy valószínűleg ezért, mert egy évet ismételt, és hogy ugye most nyáron ő 11 éves lesz. Arra azt mondta, hogy attól függetlenül is magas. Igen. Hát jó, mondjuk milyen legyen, én magas vagyok. Szóval. Hát el Istennek, nem az én liliputi zsákomat örökölték. A Dorina már most magasabb. Hány centivel? A múltkor lefényképeztél minket, mert nem hittem el. 4-5 centivel. Ja. Na meg nagy. És hát elkezdtünk be, átnézte a bizonyítványt, meg megnézte, amit kitöltöttünk papírt, beszélgettünk egy kicsit. Beszélgetett a Mancival is. Pont ezt akartam mesélni, hogy nagyon jó volt, mert ugye megkérdezte, hogy... Sőt, jobb a része lebeszélgetett. Persze, hogy milyen hobbiai vannak, és akkor ugye mondta a Mancika, hogy szeret festeni, rajzolni, énekelni, és erre mondta a tanár, hogy ó, hát énekelni azt ő is nagyon szeret, meg hogy igen, erre lesznek majd lehetőségek. Ugye ő is elmondta azt, amit a Dorina már most mondott nekünk, hogy bejön egy új nyelv a spanyol, mert a latin megy, a francia meg volt is, és akkor mondta, hogy lehet azt majd tanulni, hetediktől lehet választani, Mancika közölte is, hogy ő a franciát szeretné. Az jobban érdekel. És akkor mondta, hogy ó, hát és látom, hogy ide van írva a bizonyítványodra, hogy angol nagyon jó, és átváltott angolra. Azra a lendülettel. Mert azt mondja, hogy egyébként ő angol tanár. És elkezdtek angolul beszélgetni Mancikával, és hát azért csak így lesett, hogy szabályosan társalogtak. Aztán visszaváltott németre. Biztos, hogy benne a tanár is látta, hogy egy jó jegye van angolból. Meg akart győződni, mire kapta, hogy ez ilyen összegründolt jegy, ami nem számított rá, hogy így fog társalogni vele szerintem. De hát gyakorlatilag a gyerek jobban beszél angolul még mindig, mint németül, ugyanúgy, hogy én is. És oda megyünk most egy középiskolába, és ott egy, az a tanár az egész 5-től 13-ig tanít. Ja. És ugye ráadásul angolt, tehát azért, ha valaki fel tudja mérni, hogy ki mennyire tud jól angolul beszélgetni, vagy társalogni. Ki mennyire rendelkezik nyelvérzékkel egyáltalán, tehát hogy egy idegen nyelvet elsajátítsa, hogy nyelvérzékkel. Hát az halál, esküszöm, jó lett volna, van egy hangrögzítő a zsebembe, és ezt fel tudtam volna nektek venni és berakni, hogy milyen cukin társalgott angolul a tanárral. Én csak mosolyogtam a bajszom alatt, a nem létező bajszom alatt, szóval nagyon kellemes volt, és hát beszélgettünk arról, hogy akkor, amikor... Tök pozitív volt az egész. Elkezdődik a suli, akkor az első hét az még ilyen laza lesz, meg így, meg úgy, majd akkor azt mondta, hogy 2 hét múlva jön a levél, úgy értettem. 2 hét múlva értesítenek hivatalosan is. Ja, és még azon röhögtem fel, hogy amikor befejezték az angol dumát, akkor azt mondta, hogy akár angol tanár is lehet belőled, és amikor köszöntünk el, akkor is azt mondta, hogy Kevin SD. Ja, akkor angolul úgy tisztettek, angolul. Eletváltott angolra, szóval ezt társalogtak meg is volt. Nagyon, annyira egy kedves, egy szimpatikus volt, ember volt. Egyébként a kisugárzás is olyan volt, hogy ajtót nyitott, és nem tudom, valahogy ez a gesztikuláció, hogy széttárta a karét, hogy fáradjunk be, tudod, és ez a mosoly hozzám, olyan tudom, hogy nem csak az arca mosolygott, hogy a száján, hanem a szeme is olyan, tényleg olyan jókedő, olyan vidám ember volt, és annyira jó érzést keltett már abban a pillanatban, hogy tudtam, hogy jó helyen vagyunk valahogy, ezt nem lehet más. Szóba jött Dorina is, hogy ugye a testvér oda jár, ő nem tanítja, nem ismeri, de aztán Dorinát most megkérdeztem, hogy ő ismeri a tanárt. De tanította csak, mert nem emlékszik rá első évben, hogy mikor volt sporttanár. Úszásra vitte. Úszásra, igen. Ugye mondta Dorina, hogy igen, aranyos, nagyon aranyos tanár. Na mindegy, aztán még volt egy nagyon érdekes dolog, kitett egy ilyen fát a Mancika elé, amin ültek gyerekek itt ott párba, pár nélkül, háttal, lógva, és mondta, hogy jelöld meg magad ezen a fán, hogy te melyik vagy. Na, ez, hol, hogy ez az osztályod, hogy hol látod magad benne? Nagyon érdekes volt, ez pszichológia. Biztos. És Mancika megjelölte magát, és mondta, hogy jó. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt, valami kis... pöttyöt tett oda a papírra, mi ebből arra tippelünk, hogy ő valószínű, hogy szeretné magának abba az osztályba, ami azt indul. Mondta is, hogy ő azt nem tudja még most megmondani, melyik osztályba kerül, de azt mondja, hogy bízunk benne, hogy hozzám, tehát mosolygott, mondta, hogy bízunk benne, hát most nem tudom, és hogy megpöttyözte a papírt. Nem tudom, hogy van-e
befolyása erre, de gondolom nem véletlenül jelölgetik meg maguknak a papírokat. Igen. Én látok rá komolyan, sőt, hogy oda kerül. Hát majd beszámolunk nektek, hogy szerintem tényleg oda került-e, de... Ha nem oda kerül, akkor is nyugodt vagyok, mert jó suliba kerül, jó tanárok közé, de ha ő lenne az osztályfőnök, akkor különösen örülnék fel egyébként. Eddig tényleg akárhány tanárral én ott találkoztam. De Dorinának is az osztályfőnök. Neki kettő is van. Nem mondom a neveket, mindegy. De majdnem mondtam. Mind a kettőtök aranyos, tehát kedvesek, tényleg. Igen. Teljesen más a fogadtatás, mint a gruncsúléban volt. Ez így nagyon feldobott valahogy a maximumot reggel. A gruncsúléban azért ugye éreztem sokszor ezt a nem őszinte mosolyt az emberek arcán. Ezt mondtad nekem sokszor, igen. Hogy az nem a... minden, mert a Dorina tanárja, nem, itt is egy tünemény volt. Nem. A Dorinának mind a kettő igazából, mert ugye ő is ismételt egy évet a... Ja, hát az előző is, igen, akivel jár, az is. A hölgy is nagyon kedves volt, meg a férfi tanár is. Hát az messziről integet, akárhányszor találkozunk. Akivel végig csinálta, mind a kettő a mai napig köszönik. Igen. Aranyosak meg minden, de... Hát azért Mancinak a az osztályfőnökeivel... Mind a kettő olyan, aki nem mindig őszinte. A másodiknál nem tudtam volt tenni, hogy most ő akkor is mennyire őszinte, de az első az abszolút egy ilyen fagyos picsa volt, nem tudom, hogy mondani. Fiatal picsa, aki látszott, hogy ez azért meg volt mindig feszülve, szóval. Ja, de teljesen más. De teljesen mások a benyomások. Itt akkor érzi az ember magát jól, amikor így megyek délutánonként a Mancér, és ugye ott van a két nevelőnő, vagy nem tudom, hát azok nem tanárok. Imádnivaló mind a kettő. Imádnivaló. Igen, akik a napköziben vannak. Igen. A Dorinának az osztályfőnöke volt ugyanez, akit, hát most igen. Persze az előző is aranyos volt, akivel ugye ismételte az évet, de akihez végül került, akivel kijárta a maradék éveket, a férfi az... A Herr Schmidt, azt kimondhatjuk, mert abban van 6 millió Németországban, vagy 8 millió. Fiatal tanár volt, ilyen velünk egykorú nagyjából, vagy talán... Nem, velem egykorú. Azt mondta a Dorina, mert beszélgették is a Herr Schmidt-tel, hogy velem egykorú. Igen. Az egy tünemény az a pasi. Komolyan ezt mondom. Úgyhogy vannak innen is pozitív dolgok, de hát jóval kevesebb. Itt azért van. Most a jó Isten tudja, hogy hol lett végig az előző mondatnak, mert közben akkumulátor csere. Hamar a gondolt egyet és kapcsolt. Lehet, hogy jelezte egyébként, csak nem figyeltünk, annyira lendületben voltunk. Na, hát fel vagyunk dobva, az a lényeg, hogy hú, tényleg annyira jó pozitív dolgok. Talán pont erről beszéltünk, hogy abban a suliban azért sok negatívum is volt. Voltak pozitívumok is, de voltak negatívumok is. Imádom egyébként, mert annyira fel tudja tölteni az embert egy ilyen... Pedig nem voltunk ott talán fél órát. Annyira nem volt. És most nagyon büszkék vagyunk rá, és az a mai délelőttünk annyira jó volt. Ő is várja már, hogy végre ezt az iskolát a háta mögött hagyhassa, ott meg elkezdhesse az újat. Nagyon jó lesz neki. Ő is érzi azt, hogy teljesen más világtárul ki előtt. Dorina is azt mondja egyébként, arról számol be, hogy nagyon szereti ezt az iskolát, nagyon segítőkészek, jók a tanárok, tényleg boldogan jár iskolába, mondhatni egy kifogástalan jó tanuló, tehát most be is került abba a csoportba, amit meséltem nektek, hogy megy az érettségi felé. Ja. Ugye most egyre jobban kinyílt neki a világ, hogy beiratkozott gitárra, ami erre itt nem volt lehetőség, tehát se most is mondta sportra se. A tanár, hogy javasolná, ha esetleg érdekli a Mancit, ugye a, mi a neve itt a kábelsaláta, vagy mi a kábelzalat. Igen, amiben ezek az informatikai, meg technikai dolgok, vagy ott ilyen fényekkel, meg izékkel is, fotózással is foglalkoznak. Miért ilyen AG? Minden, ami olyan technikai jellegű. Igen. Hogy hát ha. Ja, mert hogy ugye rengeteg minden van. Beszélgettük a hobbijait, szóval... De itt nem volt lehetőség. Ugye Dorina otthon, az első osztályban kézilabdázott, és volt is érem, tehát jól, szerintem jól csinálta. De itt nem volt rá lehetőség ebbe az iskolába. Persze voltak ilyen külön elviheted őt ide településre, és akkor oda egy egyesülethez csatlakozni, hát azt nem szerettük volna. De ilyen, hogy egy iskolának nincsen szakkör, és ötlent meg a bőség zavara van, szóval most Mancikának is kinyílik a világ, és ugye Dorina, hogy beiratkozott gitározni, szerelemből, mert hogy tényleg őt ez érdekli. Most ugye még beiratkozott erre a hip-hop táncra is, tehát hogy tényleg ők eldönthetik, hogy ők mit szeretnének, és Mancika is ugye beírta most a papírra, hogy ő szeret rajzolni, szeret festeni, szeret énekelni. Megtanítom egyébként, hogy meg a kunsztot fogja majd inkább erőltetni a művészeti ágét, lehet. Majd kitalálja. Ja, szóval na mindegy, ennyit szerettünk volna, szerintem nagyon hosszú lettem, hogy nem tudom, hogy mennyi az tök annyi. Akit nem érdekel, az úgysem néző. Úristen, ez vagy 20 perc az előzővel együtt. Na bom. De fel vagyunk dobva teljes mértékben, tehát... Rajtam kevésbé látszik, de én nem szívesen beszélek ezzel a mű lófüttyel itt a számban.
Úgyhogy azért, de egyébként... Néma Bob, mindig azt mondom rá. Hát amíg nem lesz saját fogam, nem ilyen drótos eddig. Addig furcsán beszélek, és nem szívesen. Azon vagyunk. Na jól van, hát akkor ennyi. Örülök én is. Na, menjünk, tűz. Tényleg, bocs, hogy ilyen hosszú lett. Én is nem vagyok, mint ez az amatőr youtuberek, meg ritkán youtubozok. Én kijelzőt nézem, nem akkor. Ne a kijelzőt nézem. Tudom, de elhúzza a szememet. Olyan néz ki, amikor valami, oda beszélsz. Nem oda kell nézni, oda kell nézni. Tudom, hogy oda kell nézni. Általában tudom, amikor a monitor előtt ülök, ott általában oda nézek. Itt valamire nem. A live-okat is be biztos, hogy hiányoljátok egyébként. Most megmondom nektek őszintén, hogy azért nincs live, mert ha lenne live, akkor már kiderülne, hogy ki lakik ott a sarokban. Egyrészt. Bár meg tudnám oldani, hogy ne látszódjon, de... Én nem fogom ma elbontogatni ezért a ketrecet. Mindegy, meg mindig van. Nem most se lesz időnkre, szóval... Itt van fél egy, és még... Még sehol nem tartunk. És még ebéd sincs. Úgyhogy ja. Ami általában délre szokott lenni. Úgyhogy... Mentünk. Napá. Egy csomagom az Amazonton, a nagy dologra ne gondoljatok, mindjárt megmutatom nektek. Viszont tudom, hogy korunknak az egyik nagy divat készüléke az air fryer, ami nekem, hát most nem tudom pontosan, hogy ez a kozorim hány éves, nagyjából fél. Előtte egy tefalom volt, egy aktív fry, de mivel az dupla tálcás volt, így kevésbé tudtam kihasználni, mint egy ekkora nagy űrtartalmú kosaras készüléket. Viszont ami a probléma vele, az az, hogy rosszabb minőségű benne a teflon réteg, mint a tefál készülékemben volt. És mint látjátok, egy jó pár helyen meg is van már kopva a mosogatástól. Ugye persze köztudottan nem nagyon szabad súrolászni a teflonos dolgokat, mivel megkopik a bevonat, és akkor onnantól elveszti a tapadását, illetve arról ne is beszéljünk, hogyha elkezdne egy Isten lemállani az ételre, akkor hát ugye ez komoly rákkeltő dolog, és sajnos nagyon sokszor látom több videósnál is, nevekre nem szeretnék kitérni, hogy olyan minőségű kontagrilleket használnak, vagy olyan minőségű serpenyőkben sütnek, amikről bizony már pörög, vagy olyan tepsikbe sütik a piskótát, majd fel is vágják a teflonosba, hogy úristen, a szívem összeszorul, hogy ez jó lenne mindenkinek tudni, hogy azért ez nem játék. Na, tehát a teflont megenni nem játék. Azt hiszem, Napi Betty említette egyszer, hogy neki is volt probléma az ilyen elfrejérével, hogy lepattant, bár igaz, hogy külsőleg pattant le, tehát azt hiszem a főző, vagy hát a sütőlapját nem érintette, de ő is egyből cserélte. És ezt hozzáteszem, hogy ugye a kozorinál ez a betét, ez cserélhető, ez 20 euróba kerül. Mint látjátok, itt is le van róla jövő pár helyen. Ez köszönhető annak, ahogy beletesszük ebbe, ez egy tervezési hiba, szerintem most súrolja magát, egyébként nem tiszta, hozzáteszem, mivel reggel croissant sütöttem benne, de nagyon nehéz itt a és bordák közt is elsúrolni, és ugye olyan erővel nem nagyon szabad súrolni, hogy lekoptassuk róla. Benne vagyok a Facebookon egy csoportban, egy ilyen airfryeres csoportban, és ott is rengetegen panaszkodnak, hogy lejött a festés az ilyen készülékükről, és onnan jött a gondolat, mivel ott láttam, hogy ez bizony, mindjárt mutatom nektek, hogy mit vettem. Tulajdonképpen az, ha itt meg van sérülve, az nem probléma. Tehát az nem fog belemenni a kajába, viszont én ide, hogyha croissant sütök, az nem ég le, ugye, azt csak belerakom, az nem szedi fel. De ha most egy hús sütök benne, vagy halat sütök benne, és ráadásul meg is kell olajozni, nyilván nem tud annyira oda tapadni, de azért a húsok, halak ilyen savasabb, hát ott olvastam a csoportban, ilyen savasabb levet tudnak engedni, és ugye az is felmarhatja. Na mindegy, dumáltam annyit, bontsuk ki ezt a csomagot. Én ugye kosár cserén nem gondolkodtam, de egyébként tényleg 20 euró egy ilyen betétrész, hanem amit vettem bele, hogy ne kelljen állandóan, ha olyan húsokat sütök, mert azért csak-csak le kellene fújni a zsiradéknak némelyik húsra, például, hogyha csirkecombot szoktam ilyen zöldfűszeresen sütni, vagy az ember saslikot készített, le kell, hogy tudjon csurogni az alsó részébe, amit mutattam nektek. Egy kézzel, így oda a felesleges zsiradék egyébként ott is le van jövve. Tehát ez a tervezésnek a hibája. Hopp.
Na mindegy, nem tudom annyit. Szóval én vettem ilyen szilikonlapot, ezt mindössze, azt hiszem 4 euróba kerül egyetlen egy lap, ez a kettő pedig ezzel a kis vacakecsettel, bár arra jó lesz, hogy az ember a nagyon kis vékonynak tűnik, megkenegesse vele a húsbér, nekem van olajozó sprém, én azzal szoktam fújkodni, bennem közvetlen a gépbe, mert akkor még inkább összefújom itt ezeket a dolgokat, amit tényleg nehéz takarítani. És akkor ezt így 7,5 euróért vettem. Talán a leírásba be fogom nektek tenni, hogyha valakit érdekel, ha valakinek ilyen gépe van, egyébként ez egy 21x21 centis kocka, ide beleillik, hát persze az zacskóstól nem, mindjárt kibontom nektek. Na most a pirosat bontottam ki, hát íme. Szerintem tökéletes, és akkor védve van az ember attól, hogy ne adj Isten teflont egyen. Nem azt mondom, hogy örökké nem kell majd kicserélni ezt a kosarat, de egy bizonyos szintig szerintem ez így használható. Szóval ha vagytok olyanok, akiknek szintén gatya állapotban van az airfryer, mint az enyém is, akkor ezt meleg szívvel ajánlom. Így nem kell sütőpapírt használnatok, mert hogy azt szoktam amúgy belevágni a belsejébe, de mondom, azon nem tud átfolyni a zsíradék, az a probléma vele. Másrészt én nagyon szívesen sütök olyan dolgokon, hát van ez a másik fajta lapom, hát ez már meg is van vagdalgatva pár helyen. Ezt még Magyarországon vettem a Lidl-ben, ez egy ilyen sokszor felhasználható, hát egy ilyen ragadásmentes lap. Nagyon könnyű eltakarítani. Nagyon sokszor van, hogy ezen sütök, ez így be is van készítve a sütőbe, mindig az adott dolog dönti el, amit vágni kell, mint látjátok. Ott már megszoktam azt, hogy ott akkor inkább zsírpapírt használok, mert hogy elvágtam. Én marha. Na, szóval ez egy nagyon öreg, ez van már vagy 10 éves ez a papír. Vagy minek hívják? Hát nem tudom, hogy miből van, nem papírból van, csak hogy... Tudtam, hogy papírom. Szóval ennyi, remélem, hogy tudtam nektek segíteni. Vasárnap délelőtt egy csend élet. Várjátok, nem is látjátok. Hát így? Ó! Igen. Mindig el tudjuk magunkat szórakoztatni. Tegnap egész nap futkároztunk, beiratkoztunk a középsuliba, elmentünk bevásárolni, elmentünk a Kikbe is, mert Dorinának kellett egy felső, erről majd mesélek egy picit később. No, nem is arról van szó. Mi ez a sok dolog itt? Hát. És tegnap beszélgettük apával, lehet, hogy át kéne rendezni egy kicsit az asztalt, igaz? Hát igen, egyrészt már régóta cseszte az agyamat, hogy nem férünk el egyszerre ketten, hiába sarokasztal. Vagyis elférünk, de neked kényelmetlen vagy, neked kényelmes, nekem kényelmetlen. Sehogy nem volt jó, úgyhogy ez gond volt. Illetve a kábelezés ugye lent futott keszekuszán, ez most a nyúl miatt... Láttátok, amikor ugye a nyuszét szaladgált, és mondtam, hogy ott tele vagyunk kábelekkel. Most így összeködöttük a kellemest a kellemessel. Csak egy két lezét egy csapásra az a megoldás született, hogy fölhoztuk a régi asztalokat, újra fóliáztuk, hogy jól nézzen ki. Este még elszaladtunk az építőkboltjába, hoztunk bútorfóliát. A régi asztalt félretettük, mert jó lesz az. Mert ugye ezek fehérek voltak régen, ezek az asztalok. Csak így gyakorlatilag egy szem kábel van, amire figyelni kell, ott szemben, a tápkábel. De azt is próbáltam úgy csinálni, ezért nem muszáj lecsesztesen. Lehet, hogy pakolok majd elé valamit azon. Elérakom a papírdarálót, mit szólsz hozzá. Ja, tényleg az amúgy is ott lesz. Ez elfér ott a lábúrban, és akkor így ezzel van. Sem kell foglalkozni. Mert minden más kábel, ami ott fut, azokat magasra vettem. Ja, most vettem. Így. Hát ezzel el vagyok egy darabig, egyébként effektíven te helyed, az készen van. Egy kicsit szanaszét vagyunk még. Egy munkaállomásokat kialakítottam. És nézzétek, hogy milyen kis szuper asztalom lett itt. Jó, visszintezzel stabilizáltam, úgyhogy most már jöhet rá a gép. Szépen lematricáztuk, tényleg nagyon szép lett. Hát ez a fólia volt a legközelebb a... Buborékmentes. Igen, azért ezt választottuk. Azt mielőtt megkérdezitek, hogy akkor minek vettünk annó sarokasztalt, egyébként mi azt hittük, hogy el fog rajta férni az én laptopom is, meg apának is a cuccai. De nem számoltunk, ez a hülye kémény, mert ugye az asztalt azt akkor rendeltük, amikor még fönt laktunk. És nem igen. Emlékeztünk rá, hogy itt betüremkedik a kémény, ez egy kicsit téves vásárlás volt. És tudod, miért nem emlékeztünk rá? Hát mert a fenti lakásban... Mert fönt a fal ezzel a vonalon. Igen, a nappalinkban. Vagyis nem is, úgy volt a nappalink, hogy itt volt az ajtó. A nappali ajtónk, és itt volt régen a könyvespolc fönn a nappaliba, meg az étkezőasztal, és ez a kémény rész azért nem látszódott, mert egybe volt a fallal, és ez előszobába esett már ki. Igen, és itt ez egységben volt itt így a fal. Ha emlékeztek rá, amikor kiléptem a fenti előszobánkból, ott volt az ajtó mellett erre, volt a hálószobával szemben fal. Hát a főtelen hülye nézett ki emiatt itt ez a sarokasztal, mert ugye volt mögött egy lyuk.
Ja, igen. Az egy dolog, de amúgy is az asztal picinek számított olyan szempontból, hogy nem tudtunk kellően távolulni egymástól. Nekem elég nagy helyigényem van sajnos. Így viszont megvan az, hogyha én ideülök, körülbelül itt leszek, akkor te ott elférsz, nem ütközünk össze. És megint mennyi minden történt így a lakásban, ha megnézed, hogy ugye eltettük onnan a könyvespolcot hétfőn, vagy mikor tettem el? Hozzáteszem, kedden? Hogy igazából az asztal meg volt, jó, a másikat megvettük, de tulajdonképpen ezt vagy eladjuk, vagy nem. Szerintem egyelőre tegyük el, jó lesz még valamire. Hát ugyanúgy, hogy ez is el volt például. Ahogy ezt is eltettük, lehet egy nap meg volt, persze, az praktikus. Erre most kellett költeni 10 eurót, hogy befóliázzuk, szóval... Hát nagyjából olyan... Összeget már nem adtunk ki, hogy... Annyiba fájt, aztán nyuszika, akkor jöhet ki. Az a jó, hogy hát ott még majd kitalálom, hogy miért ne tudjon bemenni a kanapé mögé, közben elment a fókusz, illetve itt, ha megnézitek, van ez a kicsi asztalunk, azt behúztam oda, hogy ne tudjon mögé bemenni a kábelettől. Aztán a szét vagyunk, ez van. Egyébként főzök. Ups, mindjárt mesélek nektek. Egyébként főzök, azt akartam mondani, hogy csirke paprikás lesz. Tegnap nagyon jó volt ez a csirke szárny, amit Dorinak kitalált. Az volt az ebéd, meg maradék lecsó, meg még volt maradék rántott hús is. Ma csirke paprikás lesz nokedlével. Úgy fogom készíteni a nokedlét, hogy fele rizslészt, fele teljes kiörlésű lészt. És a pulóver a kikből. No, hát hét közepén vagy hogy volt Dorinának, hogy kellett egy axolotot rajzolni, tervezni, mindenkinek, nem csak neki, az egész osztálynak ez volt a feladat. Ugye tudjátok, hogy még valamikor nyáron volt, hogy szintén pólóra vasalható dolgot készítettek. Hát most ugyanez van. Csak most nem pólóra, hanem pulcsira gyártanak, és kellett rajzolni. És amikor elkészült vele, még mondtuk is apám, hogy hú, azt a nagyon jó lett, meg minden bevitte. Ugye mindenkinek kirakták a cuccait, képzeljétek el, hogy Dorinai nyert. Az egész osztály újongva emelte fel a kezét, hogy az legyen, Dorina rajza fog rákerülni a ruhára, és ehhez kellett egy pulóver, egy vastag pulóver, úgyhogy majd megmutatom nektek, hogy mit rajzolt, és hogy mi fog rákerülni a pulóver, úgyhogy nagyon boldog, hogy az övét választották ki erre a feladatra, szóval tegnap be kellett menni ez miatt a Kikbe. Amúgy nagyon jó akció volt a Kikbe, mert az mondja, hogy le voltak árazva dolgok, de még a leárazottnak is a fele lejött, mert hogy valami 50%-os leárazás volt. No mindegy, ennyi, megyek, csinálom tovább az ebédet, mert hogy ebédkészítés alatt állok, meg közben ide is szaladgálok ki. Mindegy is. És elkészült. Szerintem nagyon gyönyörű lett. Apa, nagyon jó munkát végeztél. Nagyon tetszik. Nagyon szép. Nagyon jól néz ki itt a matrica is. Tényleg nagyon szépen felhúztuk. Illetve nagyon jó, kényelmesen elfér minden. Hát azért oldalról sem néz ki annyira rosszul. Az a baj, hogy ennyi kábel nem tudsz. De hát persze. Ne látszódjon semennyire. De hogy így, ha megnézed, akkor milyen szép letisztult az egész. És ugye itt van bent a hosszabbító, na hát abba de aztán... Ha valami gondol, gyorsan le lehet csapni. Rengeteg kábel, mindenhol. Ez én kicsi birodalmam. Jaj, hát ez... Komolyan mondom, nagyon szuper. Nagyon-nagyon tetszik, nagyon jó. Az ötödik szék az végül ide érkezett. De még van egy lent. Nem, nem kell, akkor az asztal nem így lesz, úgyis négyen vagyunk, ha itt a mama öten vagyunk, ha jön az Isten is hatan vagyunk, ha jönnek a keresztülök hatan vagyunk, ha jönnek a bátyádék hatan vagyunk, tök mindegy. Nagyon jó. Nagyon-nagyon. Hát ez tényleg tök jó. Na. Szuper. Lenne még terv, hajat kéne nyírni kapitány úrnak, de szerintem már nem fogjuk megcsinálni. Azt terveztük, hogy elmegyünk egyet sétálni, meg ilyenek. És most már a nyuszi kijöhet, ugyanis kábelmentesek vagyunk lent a földön, nem tud mit elrágni. Tök jó. Tehát már egyáltalán, már csak a kanapé mögött van kábel, amit mutattam nektek, de ide meg ide húzom ezt a kicsi asztalt, nem tud bemenni, nem éri el a kábelt, onnan pedig szintén le van rekesztve. Akkor ezt a széket visszaadjuk Dorinának, mert hogy ő neki ez a gitáros széke, ő ezen szokott gitározni. Ide meg ugye ez a szénatartója, ez a kis láda, így se tud bemenni, de hogyha mondjuk kijebb húzom majd a ketrecet, és azzal zárom el a területet, ott még egyelőre nem próbált bemászni alatta, reméljük, hogy nem is fog, akkor igazából tényleg full kábelmentes lett a lakás.
a talaj szinten, ami van. Szóval tényleg sehol nincs kábel, úgyhogy szerintem ki is engedjük most egy picit, hogy fusson.